Ezen a napon adták át a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által adományozott két tűzoltógépjárművet is. A két szerencsés társaság a Szentlőrinci és a Majsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületek. Tavaly év végén az igazgatóságunk kapott kettő, igazából három új autót, ebből kettő tűzoltógépjárművecskendő volt, és ez lehetővé tette azt, hogy kettő gépjárművet át tudjunk adni önkéntes egyesületek részére. Ez ritka alkalom, de azt gondolom, hogy egy nagyszerű dolog, és ezt külön köszönöm kollégáimnak, hogy ezt össze tudtuk hozni, hogy ez a mai nap itt a versennyel együtt tud megtörténni. Mind a két fecskendő, hát tulajdonképpen nyugodtan mondhatom azt, hogy ezek lehet, hogy még a múlt héten, vagy azelőtt még egyébként nálunk voltak szolgálatban, vonultak, teljesen alkalmasak. Rendkívüli esemény, hogy két tűzoltóautót átadhatott most a Baranyavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a versenyeket pedig minden évben megtartják a Vármegyei Önkéntes Egyesületek részére. A hagyományteremtés és a tűzoltó sport népszerűsítése mellett az egészség megőrzése, a fizikai erőllét fejlesztése, valamint a szakmai és baráti kapcsolatok erősítése volt a rendezvény célja. A két alkalom most összekapcsolódott, mondta Karsa Róbert, tűzoltó ezredes igazgatóhelyettes. Kicsit visszatekintünk 2023. december 15-én. A Vármegyébe került három darab új jármű, ez egy KEHOP projekt keretében. Kettő Mohácsra, illetve egy a megyére, két tűzoltógépjármű, fecskendő, illetve egy drónszállító jármű, és ez adott lehetőséget egyébként arra, hogy a mai nap ezt a két fecskendőt ezt át tudjuk adni az önkénteseinknek a részére, azért, hogy egy kicsit a tűzvédelmét, a megye tűzvédelmét tovább tudjuk fejleszteni, erősíteni. A Szentlőrinci önkéntesek 2014-ben alakultak újjá 29 fővel. A kezdeti útkeresést követően 2018-tól kapnak rendszeresen riasztást káresetekhez, mondta Tóth György, a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Azóta a 29 fős létszám ez durván megmaradt, csak a belső összetevője változtak. Jelen pillanatban 17 olyan kiképzett önkéntes tűzoltónk van, aki teljes jogértékkel tűzoltást és műszaki mentést végezhet. Jelen pillanatban egy olyan gépjármű fecskendőnk van, amit a testvértelepülésből Urbakból kaptunk 2000-ben, 2004-ben birtokba vettük, az elmúlt évben a tulajdonunkba került, és azóta ezzel végezzük a munkánkat, ez teljes értékű gépjármű fecskendő. A közös sportversenyt a Baranyavár megyei önkéntes tűzoltó egyesületek részére a Baranyavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Baranyavár megyei tűzoltó és katasztrófa elhárító szövetség és a Szentlőrinci önkéntes tűzoltó egyesület rendezte.